Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a Centrum Sarkiskora YouTube oldalán. A mai videóban a Kostics Cselle szeretnék nektek előrukkolni. Remélem, hogy még nem ismeritek, és én mutathatom meg nektek ezt a megnyitási csapdát. Ahogy az előző videónkban említettem, az olasz megnyitással fogunk foglalkozni, és arra azon belül ugye van ez a kosztis csel. Nézzük meg, hogy ez pontosan hogyan alakul ki. Talán a név nem annyira ugye, hát ismerős. Egy szerb nagymesterről kapta a nevét, aki ezt az egészet elkezdte játszani, bár szerintem ő is tudta, hogy ez nem feltétlenül korrekt, de egy csapdát azért megér. Nézzük meg, hogy ez hogyan alakul ki. E4, E5, Huszár F3, Huszár C6, és világos futó c lép. Ugye ez az úgynevezett olasz megnyitás, ebben az állásban természetesen lehetne sok más lépést is lépni, ugye D4 az a skót megnyitást eredményezni, illetve futó b talhat után pedig a hát egyik legnépszerűbb megnyitás alakulna ki, mégpedig a spanyol megnyitás. De egy futó cél egy manapság nagyon népszerű lépés, hiszen ugye hát ebbe talán kicsit kevesebb az elmélet, mint a spanyol megnyitásban, talán kicsit kevesebb a konkrét megnyitási változat. Ugye a világbajnoki döntőn is láttunk itt futó C4 lépésre példát, illetve ugye nem olyan nagyon régán is Giri nagymester is az egyik videósorozatában ezt a futó c es lépés javasolta. Na most itt ebben az állásban alapvetően két fő másik lépés létezik a Kostis cselen kívül, ugye itt lehet Huszár f vagy futó c lépni. Ezekről is a későbbi videókban fogunk, hát ezekről is fogunk foglalkozni, hogy ezekre pontosan hogyan érdemes játszani, milyen lehetséges ágai vannak, de azt gondolom, hogy a mai videó legyen inkább egy kicsit mulatságos, tréfás és trükkös, és nézzük meg ezt a 20, 20 D4 lépést. Na most ezt már itt Magyarországon is láttam pár ifjúsági játékostól, és ha esetleg te is ismered, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg ezzel a csellel már foglalkoztál, de ha valaki még nem látta akkor nagyon könnyen beleesett a csapdába. Na most 20 D4 alapvetően nem egy jó lépés, gondoljunk bele, hogy miért is nem. Hm. Tulajdonképpen azért, mert egy figurával csak egyszer lépünk a megnyitásban, vagy nagyon-nagyon-nagyon, hogyha muszáj, akkor kétszer. Nem érdemes, mert tempókat fogunk veszíteni, és tulajdonképpen ennek köszönhetően ugye lépés hátrányba fogunk kerülni, lemaradunk a fejlődésben, és lehet, hogy nem fogunk tudni időben elsáncolni. Na most 20 d nem egy jó lépés, tehát ezt semmiképpen sem tudom javasolni, de amit fontos itt megegyezni, hogy világosnak nem szabad mohónak lennie. Tehát, hogyha huszár lépésre, itt huszár lépéssel válaszol, és 20 üti D4-et, e, 5 üti lép, ugye akkor itt nem fog kedvezően állni. Ez egy szinte vesztő lépés, hiszen itt van vezér G5. Na most halka hozzátenném, hogy minden normál fejlődő lépésre, mint például mondjuk a C3, Huszár UTF3, Vezér 3 vagy akár a Huszár C3, vagy akár a Sánc, ezekre jobban áll a világos, mert a sötét tempókat vesztegetett el, míg világos értékes időt nyert ennek köszönhetően, és még talán fog is a D4 Huszárból kiindulva. Tehát tanulság ugye ebből az egészből az az, hogy ne legyünk móvók a megnyitásban. Lehet, hogy egy gyalogot nyerünk, de a partit a végén attól még elveszíthetjük. Itt egy kettős támadással folytatja a játékot fekete, mégpedig vezér G5-öt lép. Ugye ez a lépés egyszerre támadja az E5 át és egyszerre támadja a G2 gyalogot. Nem is olyan nagyon könnyű erre hogyan reagálni, hiszen hát ugye sötét azért itt kezdeményezően lép föl. Ha G2 gyalogot le tudja ütni, akkor már rögtön a bástya is támadás alatt van, és egy picit közelebb is kerültünk az ellenfél királyához. Tehát általában világos itt boldogan leüti az f Mondván, mondvá, hogy jaj, de jó, ugye, egy villát adtam. Mi is az a villa? Az az, amikor a huszár ugye egyszerre a vezért és a bástyát is támadja, és ugye, hát leütni nem tudod, mert a futó védi. Erre sötét vezérüti g 2 lép. És akkor itt világosnak van egy fontos választása. Az első lehetőség természetesen az, hogy minek vigyem el a bástyáját, amikor csak elvihetem az én saját bástyámat védett pozícióba, és majd utána le fogom ütni, mert ő be van ragadva. És ez teljesen igaz, csak hát ugye a sakban egy tempón múlhat az egész játszma. És itt sajnos, hát világosra nézve sajnos, sötét leüti vezérüti elnégyel ezt a gyalogot, és most nagyon nagy baj van, ha vezére elkettőt 2 lépsz, akkor leütöm, és egyrészt elvesztetted a vezéredet, másrészt amikor visszaütöd, akkor még ezt a gyönyörű huszát is el fogod veszíteni. Hát ez valami katasztrofális lenne. Szóval jobb itt talán a futó el 2 első ránézésre, mondván, hogy oké, okay, hát blokkoltam a sakkot, csak itt jön a kellemetlen meglepetés mégpedig a Huszár 3 mat. Hasonló mattot majd a Karokán védelembe is fogunk látni, ami egy következő videóban elő fog kerülni. E, ugye gyakorlatilag egy folytott mat szerűséget láthatunk, a saját figurái megfolytják, és ugye a Huszár mattot tud adni. Tehát, ha visszamegyünk ebben az állásban, nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha a bástyánkat ütik. Ha a üti H8 jön, akkor bástyűtésre mi is bástyűtéssel válaszolunk, most gyakorlatilag alapsori mattot adtunk, jó futó f 1 még közbe tudsz lépni, és megint csak láthatod, hogy milyen kényszerítő erővel történik ez a támadás. Futó E2, és most ugye ez még nem mat, mert nincsen bástya, itt ki tudnék menni belőle, viszont huszájúti C2-t azt meg tudom lépni, király F1, és vezér H1 mat a vége. Ugye hát ez se valami nagyon kellemes, jó, mondhatjuk azt, hogy világos feláldozhatta volna a vezérét, de azért ez az, áll, az állás az, amit világos feltétlenül a mennyitásból ki szeretne hozni kilenc lépés után. Tehát összefoglalva itt a ma tanultakat, ha az ellenfelet Huszár D4-et lép, és Kostis cserre próbálkozik törni, akkor első lépés, ne legyél mohó, hanem inkább fejlődj. Második lépés ugye az az, hogy ebben az állásban sokkal többet ér az idő, mint az anyag, és talán a harmadik tanulság az az, hogy a matképeket, amiket tanultunk itt az el, elmúlt ugye időszakban, a matképes sorozatunknál, azok előfordulhatnak akár már a mennyitásban is. Ugye mind alapsori matot látottunk, mind pedig folytott vagy félig folytott matot is. Remélem hasznosnak találtátok ezt a megnyitási csapdát, írjátok nyugodtan meg, hogy láttátok-e már esetleg ezt a játékot, és tudtok -e ennek a megnyitási csapdának más nevet, mert én Magyarországon már kettő másikat is hallottam, kíváncsi vagyok, hogy ti is ezeket ismeritek-e. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni, és hamarosan újabb megnyitási videóval érkezem. Sziasztok!